Sziasztok, Maris vagyok egy újabb Sony Vegas tutoriállal. Ma a legegyszerűbb áttűnést fogom nektek megmutatni. Kivágtam két jelenetet egy Once Upon a Time epizódból, és ez a két jelenet fog egymásba szépen átmenni. Ezt fogom nektek megmutatni. A legegyszerűbb módja ennek az, hogy megfogjátok az egyik jelenetet bal klikkel, a klikket lenyomva tartjátok, és egyszerűen ráhúzzátok a másik jelenetre. Így egyre jobban elhalványul a két jelenet, ahogy egymásba mosódik. Ha középre kattintunk, akkor lehet látni, hogy itt lehet még a legélesebben látni a jeleneteket. Ezt többféleképpen megcsinálhatjuk. Például egymásra lassíthatjuk a jeleneteket. Szóval szeretnénk, ha lassabbak lennének, ezért lenyomva tartjuk a kontrollt, és bal klikkel ráhúzzuk az egyik jelenetet a másikra. És itt pedig megint lenyomjuk a kontrollt, és bal klikkel a másik jelenetet is elhúzzuk, hogy az is lassabb legyen. Így lassítva mennek át egymásba. Ennek az áttűnésnek még egy módját meg tudom mutatni, ami egy kicsit más, mint ez, mert nem szépen lassan fognak átmenni egymásba, hanem lesz egy pont, amikor maximálisan látszódik mindkettő egymásra rakva. Így fényesebb lesz a kép. Ehhez ide kell jobb klikkelnünk, és Insert Video Track. És ebbe pedig az egyik jelenetet felhúzzuk. Itt pedig erre a Composition módra kattintunk, és itt pedig a Screen-t kiválasztjuk. Így láthatjátok, hogy mindkettő jelenetet ugyanolyan fényerősségben látunk. Viszont furán néz ki, hogyha csak hirtelen átmegy az egyik jelenetbe, itt pedig csak eltűnik a másik jelenet. Ezért Fade Offsetet kell nyomni, bal klikkel, és jobbra így elhúzod. A másik jelenetnél is megcsináljuk ezt. És így egyre lassabban világosodik meg az egyik jelenet, viszont középen ugyanolyan erősségben látszódnak, és aztán a másik jelenet pedig elhalványul. Szóval ez így néz ki. Remélem érti mindenki, hogy mit kell csinálni. Hamarosan jelentkezem a következő áttűnéses videómmal, és egyéb effektekről is lesz szó a közeljövőben. És most még így a végére raknék egy ilyen bejelentésféleséget is. Küldjetek kommenteket és kérdéseket, nagyon sokat várok, és fogok rájuk válaszolni a közeljövőben, de a téli szünetben biztos. Bármiről kérdezhetek, tényleg bármiről, megpróbálok válaszolni, csinálok válaszvideókat is, mindenfélét, a téli szünet elég mozgalmas lesz ennek a channelnek, úgyhogy csak kérdezzetek bátran. Tudom, hogy nem minden kérdésre válaszoltam, megvolt ennek az oka, ezt pótolni fogom, ígérem. Szóval kérdezzetek nyugodtan. Sziasztok!